fiatalok, kedves mindenki, aki követi az online oratóriumot, különösen most ezt a jó éjszakátot, de különösképpen ti, kedves érettségizők. A magyar tartományban én vagyok a legfiatalabb, én vagyok az, aki a legközelebb áll az érettségihez. 3 éve volt, de még nagyon jól emlékszem rá. De nem is ilyen volt, mint most ebben az évben. Ugye eléggé különleges helyzetben vagyunk, már egy hónapja nincs iskola. De kicsit gondolkodván ezen az érettségin, amikor azt mondjuk, hogy érettségi, akkor valahogy mindig a vizsgák jutnak eszünkbe, a félelem, a stressz, hogy talán felvesznek-e minket az egyetemre. Viszont ma délelőtt, amikor kicsit jobban belegondoltam ebbe a szóba, akkor rájöttem, hogy magyarul milyen szépen kifejezzük érettségi, hogy éretté válunk, emberileg éretté válunk. Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy nem automatikusan jön. Hogy emberileg éretté váljunk, ahhoz nem elég egy vizsga, nem elég 5 vizsga, hanem egyfajta utat kell bejárni. Viszont amiről most beszélni szeretnék, az összefügg az érettséggel, az érettségivel, konkrétan egy lelki érettség, ami ebben a korban már jelentkezik. Jó lenne, ha jelentkezne, egyfajta lelki érettség, ami abból áll, hogy elmélyítem a kapcsolatomat a jó Istennel, hogy nem azért megyek például a templomba, mert erre tanítottak, vagy nem azért imádkozom, mert ezt kéri tőlem az egyház, hanem azért, mert rájövök, én saját magam rájövök, hogy szükségem van az Istennel való kapcsolatra. Úgyhogy erre a lelki érettségre hívlak meg benneteket, hogy kezdjünk el egy utat járni, kezdjünk el lelkileg is éretté válni, és mi pedig, akik nem érettségizünk, kísérjük imáinkba az érettségizőket, hogy tényleg jól remekeljenek, hogy jól sikerüljön nekik az érettségi, mert a jövőjükről van szó. Jó éjszakát, üdvözlök mindenkit! És kapcsolatot? Nem. Várunk benneteket az online oratóriumban, az online töprengőben, minden hétfőn, szerdán és pénteken. Na jó.